Hát Rogán képviselőtársunk bámulatosan csúsztatott össze olyan dolgokat, aminek semmi köze egymáshoz. Azért azt hadd mondjam el, hogy azt érvként használni, hogy az MNB most nem tiltakozik ezzel a lépéssel, ez elég merész kijelentés. Ez az apróságot elfelejti, közben volt egy elnökváltás. Nem ez az egyetlen probléma ezzel, tisztelt képviselőtársaim. Amikor ez először felmerült, ugye másfél évvel ezelőtt, én megkérdeztem Szász Károlyt, az egyébként remekül működő és fogyasztóvédelmi ügyekben is elég jól teljesítő PSZ-el vezetőjét, hogy mit gondolnak erről, tudnak erről. Egyszerűen megmondta velük, erről nem egyeztettek. Kíváncsi lennék, hogy az elmúlt időszakban sikerült-e egyáltalán egyeztetni velük, vagy abban az időszakban, ami az elmúlt másfél évet jelenti, ez nem ilyen, nem került szóba, ugyanis akkor talán nem kellett volna pénteken este beejteni egy még szám nélküli törvényt a törvényhez, vagy a parlament asztalára, és ebben az elképesztő folyamatban keresztül tolni a parlamenten. Amikor ez először felmerült, akkor még nem Matolcsy György volt az MNB elnöke, tehát ez is azért jelentősen más fénybe helyezi a dolgot. Ma így, ahogy ezt önök ide lerakták, ez így teljes képtelenség és nonsens. Azokat a szakmai érveket, amiket próbált ilyen politikai beszédbe belecsúsztatni Rogán Antal, könnyen lehet cáfolni, nem lesz erre időm egy kétpercesben, de az kétségtelen, hogy valóban van egy ilyen folyamat, létezik ilyen folyamat, és ezzel ellentétes folyamatok is léteznek. Amerikában kifejezetten a pénzügyválság után, Babák Mihály mindenhez ért, majd meghallgatjuk a véleményét, kifejezetten a pénzügyi válság után hoztak létre egy külön szervezetet, kifejezetten pénzügyi fogyasztói védelem céljára, és egyáltalán nem biztos, hogy ez a fajta összevonás ezt használ a dolognak. És az pedig, hogy nem vizsgálhatta azelőtt ezeket az ügyeket a két külön intézmény, az konkrétan nem igaz. Köszönöm.